Začiatkom júna sa zišiel poslanecký zbor na 17. zasadnutí. Zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, správu nezávislého audítora a schválili záverečný účet obce za rok 2020. Ďalej schválili jednorázovú nenávratnú finančnú podporu na prevádzkové náklady spoločnosti Kendereš SRO. Zo správy nadácie Budúcnosť Svodína za rok 2020 vysvítlo, že nadácia vzniknutá v roku 2001 rozdáva 3-krát ročne podporu. Zabezpečuje podporu pre fyzické a právnické osoby. V roku 2020 činnosť kontrolovali 6 členovia kuratória. Predsedom kuratória je magister Gergely Ázer. Členovia sú inžinier Gergely Bartoš, Kornélia Berejni, inžinier Sabolcs Lebocs, Adam Porubský a Edina Švajcerová. Na základe správy vyhotovenej správkyňou Máriou Haldovou v roku 2020 na účet nabehlo 5788 eur z 2% daní. Administratívne a prevádzkové náklady činili 1200 eur. 5500 eur nadácia rozdelila ako podporu. Táto suma je nižšia v porovnaní s rokom 2019, kde sa podarilo rozdeliť 8638 eur na podporu školských zariadení a neziskových miestnych organizácií, ako aj na voľnočasové aktivity detí. Poslanci schválili zámer prenájmu nebytových priestorov pri trhovisku pre Rolanda Vargu. Ďalej sa uvoľnili ordinácie detského lekára a zubára v zdravotnom stredisku. Samospráva mieni dať tieto miestnosti do prenájmu formou priamého prenájmu. Záujemci musia predložiť cenovú ponuku. Nebytové priestory chce obec dať do prenájmu s cieľom poskytovania služieb. V programových bodoch zasadnutia dostali priestor aj otázky o rozvoji. Az iskolai épületét 2 éve kezdtük felújítani, beszigeteltük, és most értünk oda, hogy rá tudjuk húzni a külső szint, külső vakolatot. Megtörtént a közbeszerzés, kiválasztottuk a vállalkozót, a céget, aki ezt véghez tudja vinni. Az árajánlat az 27 ezer euró összegig kellene beleférnünk, 26 ezer valamennyi. Tulajdonképpen 2 alapszint kap az iskola, és lesz benne még ilyen gyerekes több szín is. A kivitelezésre augusztusba kerül sor, tehát megpróbáljuk iskola kezdésre már úgy felújítani, hogy a gyerekek az új iskolába mehessenek, ott kezdhessék a tanévet. Azt lehet tudni, hogy ki az a vállalkozó, esetleg sikerült a szőgyéni vállalkozó kiválasztani magának az iskola épületének a befejezésére, hogy így fogalmazzak. Mindenképpen, hogyha van rá lehetőség, akkor a helybelieket, a szőgyénieket próbáljuk megszólítani, és a kivitelezést, a színhúzást a Zsoltiék fogják csinálni, a Cilling Zsoltiék. Značná časť okolitých škôl už má vonkajšiu farebnú omietku, ktorá v mnohých prípadoch má kombináciu kriklavých farieb. Zvedavo očakávame, ako sa podarí zapožičať budove kultivovaný a zdržanlivý vzhľad, popri tom, že treba vdýchnuť budove trošku farby a samopašnosti, ktorá zdôrazní prítomnosť detí. Leültünk az iskola vezetésével, és megpróbáltuk együtt kitalálni, hogy milyen színe legyen, hogy nézzen ki kívülről az iskolánk, és próbáltunk olyan színeket, olyan színvilágot választani, ami nem hivalkodó, ami úgy beleillik a környezetbe is. Én bízom benne, hogy sikerült. Ezt egyeztettük szakemberekkel is, és a végeredmény egyelőre mindenkinek tetszik, a képviselőtestületen is be lett mutatva, a képviselők is végül is jóvá hagyták, és
úgy választottuk ki, hogy ne csak egy-két embernek, ne csak az iskolának, vagy ne csak az önkormányzatnak, vagy ne csak a kivitelező mondja meg, hogy milyen szín legyen, hanem próbáltuk együtt ezt kiválasztani. K tomu, aby si mladé rodiny vybrali našu obec za svoj domov, je potrebná dobrá škôlka, škola, ale aj kvalitné trávenie voľného času je dôležitým činiteľom, ak sa rodina rozhoduje, kde sa mieni usadiť. Z toho hľadiska je dôležitou otázkou detské ihrisko. Pravdou je, že nedostatok treba odstrániť, aby sa zvýšil počet kvalitných priestranstiev ponúkajúcich možnosť na exteriérové hry. V parku svätého Jána je niekoľko prvkov a aj od toho menej možností ponúka nemecký Svodín s dvoma prvkami na priestore jarmočného námestia, ktoré sa nedá nazvať ihriskom. Nemec Svodínbe elkezdtük a játszótérnek a kiépítését, ugye ott két elem lett egyelőre odatéve. Mindenképpen szeretnénk egy komolyabb játszóteret kiépíteni a községbe, és úgy döntöttünk, hogy az lenne az első, a németszőgyéni. Úgyhogy ez mellé, a két elem mellé még 6 ilyen gyerek játékot próbálnánk oda elhelyezni. Ezen kívül tennénk oda padokat, asztalokat, szemétkosarakat, tehát úgy kialakítani, hogy egy ilyen szabadidő eltöltésére alkalmas teret próbáljunk ott kialakítani. Egyeztettünk anyukákkal, egyeztettünk szakemberekkel, hogy mégis mi lenne az, ami hogy ne csak a minimum, hanem egy kicsit többet tudjunk adni a gyerekeknek, és így választottuk ki ezeket az elemeket. Sikerült közbeszereztetni, sikerült megrendelni is, és olyan 6-8 hét múlva el is készülnek, úgyhogy bízok benne, hogy még a nyáron ezt ki is lehet, ki is tudják próbálni a gyerekek. Úgy képzeljük el ezt a játszóteret, hiszen említetted, hogy már most van egy két elem ott ezen a helyszínen, viszont ez valami kevés, hogy esetleg a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben továbbfejleszthető legyen ez a játszótér további elemekkel, vagy hogyan képzeljük el, hogy ez most már egy kész egység lesz? Hát maradott még üresen terület, úgyhogy ha lesz rá igény, vagy ha lesz rá lehetőség, akkor még további elemeket tudnánk ott elhelyezni. Úgyhogy lehetséges, hogy fogjuk bővíteni. De van egy olyan tervünk is, hogy még egy játszóteret szeretnénk. Erre próbálunk most már pályázat útján valamilyen pénzt is szerezni. Ez egy ilyen központi, még ettől is nagyobb játszóteret szeretnénk kialakítani, ha lesz rá lehetőség. Na Jarmočnom námestí čaká realizácia zábavného parku v prevedení firmy Veríme v zábavu. Samospráva s firmou už viackrát spolupracovala. Nimi postavených niekoľko 100 ihrisk sa dobre drží. Užívatelia, deti veľmi často nešetria prvky na ihrisku. Firma realizujúca 10 000 eurovú investíciu garantuje, že uložené prvky zachovajú kvalitu aj po rokoch a vyžadujú minimálnu údržbu. Vybavené ihrisko je bezpečné a každý nimi dovezený prvok je certifikovaný. Na 17. zasadnutí poslaneckého zboru Sabol Čméry, starosta obce, podal návrh na zníženie množstva komunálneho odpadu v domácnostiach. Jeho návrh, aby zberné nádoby boli vybavené čipom, dostal zelenú. Systém funguje tak, že obec na každú zbernú nádobu zabezpečí špeciálny čip, ktorý bude odolný proti mechanickému poškodeniu a počasiu. Nagyon sok szemét keletkezik a községünkbe. A tavalyi évben 600 tonnát vitettünk el, ez óriási mennyiség. Próbáljuk ezt valahogy mérsékelni. Nagyon jó úton haladunk a szeparálással, nagyon sokan szeparálnak, de még mindig nem mindenki. Ezt próbálnánk egy kicsit motiválni, hogy az emberek minél kevesebb kommunális hulladékot helyezzenek el, minél kevesebbet kelljen elszállítanunk. És mivel nem tudjuk lemérni a szemétmennyiséget,
Ezért az első lépésben azt próbáljuk megoldani, hogy akkor próbáljuk meg lemérni magát a kukát, hogy kitől hány kukaedényt szállítunk el egy évbe. Ezt pedig olyan módszerrel próbáljuk megoldani, hogy becsippeljük az összes kukát a községbe, amelyik el lesz szállítva. Fogjuk látni, hogy ki az, aki kifizeti a szemetet, ki az, aki nem fizeti ki a szemetet, és azt is fogjuk tudni oldani, hogy ugye ez az év, ez egy ilyen tesztelő időszak lesz, az erre az évre most már mindenkinek, majdnem mindenkinek ki van fizetve a szemétdíja. Megpróbáljuk letesztelni ezt a csippelős rendszert, tehát ez úgy fog működni, hogy jön a kukás autó, és az embereknek, akik elszállítják a szemetet, lesz a karjukon egy ilyen chip olvasó, és fog jelezni, hogy vagy zöldet, vagy pirosat. Ugye, ha zöldet jelez, akkor elviszik a kukát, ha pirosat, akkor nem viszik el a kukát. Ebből ugye ez a mi rendszerünkön keresztül fog menni, aki füzet, annak természetesen zöldet fog mutatni, aki nem füzet, annak pirosat, ott marad a szemete. Lesz egy bizonyos szemét mennyiség, egy minimális összeg, amit ki kell fizetni egy évbe. Példát mondok, 10 szemét elszállítás. Ezt a 10-et minden háztartás kifizeti. Aki többet szeretne elszállítani, az többet fizethet. Akinek elég a 10, annak az természetesen a 10-nél maradhat. Tehát bízunk abba, és ez a rendszer úgy van fölállítva, hogy sokkal kevesebb szemétdíjat kell elfizetni az embereknek. De ehhez az is kell, hogy sokkal többet szeparáljanak. Ezt a nyár folyamán megoldjuk, lehetőleg minél hamarabb. A tesztelő időszakban ugyanúgy el fogjuk szállítani az összes szemetet, ugyanúgy el fogjuk szállítani a zsákokat, aki kirak zsákokat. Megpróbáljuk lemérni és beállítani úgy ezeket a mennyiségeket, hogy annak legyen jó, aki végül is kevés szemetet termel, és sokat szeparál. És a jövő évtől pedig megpróbáljuk most már úgy működtetni a rendszert, hogy csak attól lesz elvéve, aki ki is füzeti a szemetét. V strede obce, v multifunkčnej budove, možno nájsť reštauráciu Pato Pál, ktorá sa obnovila počas prvej vlny pandémie a potom, ako mohla otvoriť, hostí čakala reštaurácia s úplne inou atmosférou. Ale táto jednotka naďalej nemala vonkajšiu terasu, ktorá je v letnom období dôležitá. Už na poslednom zasadnutí poslaneckého zboru téma bola medzi rokovacími bodmi, ale rozhodnutie, ako a akou formou urobiť tento krok, nepadlo. Na 17. zasadnutí poslanci nielenže uvažovali, ale vo veci sa zrodilo aj rozhodnutie, že po dňoch Pála Patova samospráva pristúpi k prácam. Mostani feljáró, már elmondhatjuk azt, hogy veszélyessé vált. Ez fából készült, és sajnos az idő vasfoga eléggé tönkretette. Mindenképpen ki kell cserélnünk a feljárót, és akkor már úgy döntöttünk, hogy ha már kicseréljük a feljárót, akkor megpróbáljuk fémből az egész szerkezetet, hogy többet bírjon ki, mint a mostani fa. És ha már neki kezdünk, akkor kiszélesítjük egy terasz részre is, hogy az étterem ezt kvázi tudja tőlünk bérelni, és oda is a kedves vendégeket ott is tudja fogadni. A kivitelező cég, itt is természetesen közbeszerzés útján kiválasztottuk a kivitelező céget. 2-3 héten belül ígérték, hogy akkor neki is tudnának fogni a kivitelezésnek, és maga a kivitelezés is egy 2-3 hetet venne igénybe, úgyhogy addig is a étterembe látogatók türelmét kérjük, ugyanis a beton lépcső lenne bejárat, tehát hátulról az étterembe, hátulról fog lehetni bejutni ez alatt az időszak alatt. De hogyha megépül ez a terasz rész és az új feljáró rész, akkor természetesen újra nyitva lesz ez a bejárat is, ez a lehetőség is.
és arra gondoltunk, hogy ha belefogunk ekkora felújításba, akkor megpróbálnánk a Jednota előtt is a járdát befejezni. Ugye úgy csak a Jednota bejáratáig van megcsinálva a macskakő, tehát terveink szerint leraknánk egészen a főút melletti járdáig, azt is felújítanánk, feltörnénk azt a csúnya betont ott, azt is kiköveznénk és megcsinálnánk a vízelvezető árkot is melléje. Ha lesz rá lehetőség, akkor egyszerre kiviteleznénk ezt a két dolgot is.